Sziasztok, Joanny vagyok, üdvözölnek a csatornámon, és a mai videóban az életem életet fogunk folytatni. Meglátjuk, hogy mennyit tudunk haladni a mai részben. Ugye az a helyzet, hogy négy napunk van hátra, és megöregszik Emma. És megkérdezte, hogy titeket azt írtátok, hogy legyen esküvő, meg legyen gyerek is. Hát nem biztos, hogy mind jut idő. Úgyhogy lehet, hogy csak az esküvő lesz, matthew -va. Na, lássuk csak, hogy hogy haladunk. Megkérdezzük a professzort. Kíváncsi vagyok, hogy most már válaszolnak-e valamit, mert legutóbb nem igazán válaszoltak olyat, ami érdemleges volt. Azt írja, hogy jó a jegyünk. Akkor a másikat is megkérdezzük. Mind a kettő azt írja, hogy jó. Úgyhogy nem is értem. Múltkor ugyanezeket a dolgokat csináltam, mint most. Kicsit még foglalkozunk ezzel. De azt írja, hogy már semmi más nem lehet vele csinálni, úgyhogy akkor nem foglalkozunk vele többet. Nézzük meg ennél is ugyanezt írja. El. Igen. Hát akkor nem tudom, adjuk be őket. Mennyi napunk van még hátra? Négy nap. Mármint a suliból. Adjuk be őket. Vagy nem tudom, nem tudom, olyan nehéz eldönteni. De elvileg Hiába fejlődtünk, hiába telt el pár nap, akkor sem lett semmivel sem több, amit hozzá tudunk adni. Inkább adjuk le, legyen meg, az a biztos. És elvileg most mind a, kettőt, mind a kettőt leadtuk, úgyhogy semmi más dolgunk nincs most már a tantárgyakkal kapcsolatban. Tarthatnánk neki egy titkos esküvőt? Az mondjuk lehetne, hívjuk már rá matthew -t. Mert még furcsa, hogy Matthew nem öregszik, csak ő. De hát ez van, ez egy ilyen furcsa kapcsolat. De kereshetnénk valami jó helyszínt ennek a titkos esküvőnek. Hát akkor kérjük meg... Aztán majd keresünk valami alkalmas helyszínt a titkos esküvőnkhöz. Mondjuk elmehetnénk a tengerpartra. Szerintem az egy nagyon jó kis helyszín lenne egy titkos esküvőnek. Van itt néhány dolog az inventoringban, leginkább könyvek, amiket el tudunk adni. Szerezzünk egy kis pénzt. Ebből a könyvből háromszor van meg ugyanaz, meg van egy lámpánk, ami nem kell. Kicsit énekeljen itt a gitárjával, még szeretném, hogyha haladna ezzel a skill -lál. és akkor... De aranyos dobál nekünk pénzt vigye magával ezt a gitárt, és menjünk el valahova. Vigyük a gitárt, utazzunk el vele kettesben valahova, egy romantikus helyre. Én arra gondoltam, hogy lehetne egy szép tengerparti esküvőjük. Nem itt? Nem tudom, miért arra mentem le. Mondjuk ezen a partszakaszon, vagy ezen a partszakaszon. Hmm. Itt mondjuk van egy épületecske. Nem tudom, hogy ez úgy van-e berendezve, hogy esküvőnek megfelelő helyszín e De nézzük meg azt. Nem éppen úgy van berendezve, nem esküvői helyszínek, de attól függetlenül nagyon... Mi ez a sapka rajta? Miért van rajta egy kalap? Hát, legalább nem ég le a feje, miközben úszik. Persze matthew eddig is tudtuk, hogy egy kicsit furcsa fiú. Hát most legalább más dolgok is kiderültek róla. Ő is elmehetne egy picit úszni, ha már itt vannak. Ilyen is a fürdőruhája? Nem is láttam még fürdőruhába. Ha... Menj egyet úszni. Sőt, elmehetnénk ezzel is egy picit. Á, igen, neki egész magasan van a fitness jártassága. Ennyi volt az úszásból, és hol mentek. Ketten nem tudnak amúgy ráülni, csak egyedül. Oda a kis szigetre le lehet menni. Oda lehet menni a kis szigetre? Azon a kis szigeten kéne megcsinálni a titkos esküvőt. Mennyire menő lenne már. Ú, nagyon szép most. Próbáljunk már meg idejönni erre a szigetre. Itt lehet jönni? Most van pont a tehetségkutató. Gyere! Nézzük meg, hogy oda tudunk-e menni. Hagyjatok már minket békén, Tép, a titkos esküvőnket szervezem. Ez az. Tökéletes helyszín a titkos esküvőhöz. Gyere, Matthew! Wow, de jól néz ki! egy kis éneket is tervezett neki. Ne menj el, ne menj ne, 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 állj! Jó, oké, itt van Matthew, nagy nehezen. Nézzük meg, hogy van-e alkalmas ruhája. Most egy kis challenge használva. Mondjuk ezt vegye fel. Te pedig. Legyen ebben. Hát szerintem ennél szebb egy igazi esküvő sem lett volna. És vissza a sapkába. Természetesen. <laughs> Na hát az esküvő az meg És hihetetlenül boldogak mind a ketten. Nagyon jól tudom úgy úszni. Kicsit éhes. Lehet, hogy főszetnénk itt valamit. Grillezzünk valami finomat mondjuk legyen egy ilyen. azok ilyen grillezett zöldségek voltak, vagy micsoda? Hova tetted? Ott van. Nem lehet ide lerakni. Úgy látom, hogy Matthew itt hagyott minket. Igen, most már egyedül vagyunk. Olyan fura, hogy ő fiú. Annyira lányosan néz ki. Kicsit énekeljen még itt a tengerparton, mielőtt hazamegyünk. Hát, ha dobálnak neki egy kis pénzt. Hát nem néz ki olyan jól ez a kör, mint ahogy én azt gondoltam. De mindegy, haza vihetnénk a többit, hogyha már megfőzte. Azért jöttünk, mert elég jó késő lett. Itt az ideje aludnia egyet. Illetve nem ártana lefürdeni a szegénykének. De már csak három nap van hátra. Viszit tanuljon. Csak úgy. Hát, hogyha számít. Nem, nem tud. Mert, Látjátok? Szeretnék tanulni vele, de azt írja, hogy már minden kész, mindent leadtunk, úgyhogy nem tudunk tanulni már. Akkor viszont csináljuk egy kicsit az élet célját. Ja, de az... Ahhoz el kell utaznunk. A... Próbáljuk meg. El tudunk utazni? Oda. Vissza az egyetemre. Délután öttől lehet csak bemenni, sajnos. Viszont tudunk valamit tanulni. Mondjuk menjen egy kicsit éneket tanulni addig. Vagy lehet, hogy ezzel másokat tud tanítani? Hm. Az is lehet. Megy ilyen az kia, vagy nem? Nem, akkor lehet, hogy másokat tud tanítani. De jó, is bármire be lehet ülni. Érdekes. Ó, ezért pénzt kapunk. Aha. Éneket tanított másoknak. Még nem tudunk beülni. 5 és 7 között lehet. Úgyhogy akkor gyorsan elmegy enni valamit. Ó, itt kín is lehet enni. Ó, itt egy foci labda. Most itt valami buli van? Ha már itt valami buli van, akkor lehet, hogy kihasználom és énekelünk valamit. Erre mindenki elmegy. <laughs> Meg tudod, hogy énekelni akarok, és mindenki elmegy. Mindenki itt hagyott minket! Engem a gitározás az még nem megy olyan... Oh, 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 Már be lehet menni? Um, 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 mindegy, mindegy, valamire menjen be. Valakit be kell hívni magunkat. Menjetek. Gyorsan hát, ha még be tudok menni még egyre. Ja, mert itt elmentem reméletlenül. A is már nem tudok bemenni még egyre. Hát hogy lehet ezt így kitalálni, hogy csak egyre tudsz bemenni egy nap? Vissza kell jönni holnap, hogy be tudjak menni még egyre. Kialusztam magát, és akkor visszamegyünk. Kettő napunk van még hátra, és azt írták a professzorok, hogy mindenünk jó elvileg. Hát meglátjuk, hogy tényleg így van-e. Megköszöntött közben a tavasz whisky valami teljesen újat? Vagy olyat, amit már tudunk? Hát mondjuk lehetne a gitárjártasság akkor. És akkor legalább boldog lenne neki ez az ünnep. Nem vész kárba, amit megfőztünk kint a tengerparton. Legalább volt egy szabad napja a tengerparton. Inspirált állapotban van, de menjünk vissza az egyetemre, és akkor ott fogunk valamit csinálni. Hát sajnos esik az eső, akkor menjünk be ide. És akkor ott gitározgassunk egy picit. Mondjuk énekeljen is. Akkor mind a két jártasság egyszerre fejlődik, azért jó. És még pénzt is dobnak neki. Mindjárt itt van a szülőnapja, most írta ki. Hát igen, tudjuk. Sikerült, megvan az új skill, gitár fejlődött. Nem tudom, hogy miért hagyja abba folyton. Vajon ő tanár, vagy ő is idejár? Hát, nem csak mi leszünk az egyetlen idősek itt az egyetemen. Ó, most van a robotverseny. Ilyen rossz időben. Hát nincs egy kis túl sokan itt. Hm. Mindegy, menjünk oda. Ott is gitározunk egy picit. Hát nap, és jó idő lett. Mint hogyha szegénynek van baj nem? Nem tudunk hozzá szerelőt hívni. A robot dob nekünk pénzt. Te rendes robot. Igen. Nagyon kell figyelnem, mert mindjárt bemehetünk öttől. De minden áron vizet akar szerezni a csapból. Minden áron. Az a legfontosabb hogy vizet tudjon szerezni. Remélem most boldog vagy. Remélem teljesült minden álmod, hogy vizet tudtál szerezni. Akkor már most a kezed maga a mert úgy is láttam, hogy probléma van a tisztasága. Azért azt hiszem, hogy ha a születésnapja lesz, ami hát most már hamarosan itt van két nap múlva, akkor meg fogom egy kicsit változtatni a ruha mert szerintem ahhoz már nem fog illeni ezen fiatalos ruházat. Csak így leülünk valaki ezt beszélgetni, miközben ez számítógépezik. Na, végre! Menj el erre! El se hiszem, hogy végre be tudunk menni. Újabb része teljesült ezzel az élet céljának. Ami nagyszerű. Most már csak kettő van. Hát nem tudom, hogy végig tudjuk-e vinni ezt az élet Bemehetne megint egy kis éneket tanítani, mert úgyis most itt ötször kell bemenni. Wow! Na, nagyon elfáradt, menjünk haza. És ez az utolsó napunk. Hát már nem fogunk tudni elmenni órára, mert az két nap múlva lesz. Ha most sem sikerültek a tantárgyai, akkor feladom. Akkor hivatalosan is feladom. Mert mindent megtettünk, és még a professzoroknak is írtunk, és ők is azt írják, hogy minden rendben van. Szóval, ha most is megbukunk, akkor nem tudom, akkor bágos. Tehát ez a mai még az utolsó nap, vagy hogy van ez most? Ó, itt lehet, lehet látni, hogy mikor lesz a tehetségkutató. Arra majd érdemes lenne elmenni. És azt hiszem, hogy ez az. Holnap lesz a szülinapja. Azt hiszem, ez az utolsó napunk az iskolában, úgyhogy akkor még visszamegyünk, és ezeket a tutorokat megcsinálhatnánk. Meg talán ezt a dibétet is. Mi történt? Milyen levelünk jött? Csak a számla? Igen. Azt viszont itthon kéne megcsinálni, azt a skillt, mert itthon ugye minden gyorsabban fejlődik, és utána elmehetnénk másokat tanítani egy picit. Meg a pénzt is kapunk érte. Lehet, hogy rámegy az egész napunk erre, hogy ezt megtanuljuk. És csak 200 pontot ad. Miért adnak ezek ilyen keveset? 300, ez 500. Hm. Lassan lesznek így pontjaink, amiket elkölthetnénk valami óra pedig. Hát délután lett, mire nagy nehezen befejezte ezt a skillt, menjünk tutor órákat tartani. Meg kéne néznem, hogy melyik a legmagasabb skillünk, a karizma, akkor lehet, hogy abból kéne tartanunk valamit. Előzőleg 80-at kaptunk, de azt hiszem abból 8-as szinten vagyunk, úgyhogy most a 9-es szintből jó, sikerült, de az egyikből B-t kaptunk. Nem tudom, hogy miért, pedig ugyanúgy tanultunk mind a kettőre, ugyanolyan szorgosan, és mind a azt mondták, hogy tökéletesen haladunk, de nem baj, nem baj, nem buktunk meg, ez a lényeg. Sikerült. Sikerült. Igen. Az utolsó fél évünkre egyetlen egy tantárgy maradt. Egyetlen egy tantárgy, amit be kéne fejeznünk. És készen leszünk az egyetemmel, hát el se hiszem. El se hiszem, viszont innen fogjuk folytatni. Még gyorsan kiválasztom, hogy megint otthonról szeretnénk tanulni. Igen, kapunk most már pénzt. Ó, vagyis nem kell fizetnünk semmit. Oké. Okay. Egyetlen egy tantárgyunk maradt erre az utolsó fél évre, és készen is leszünk. Meglátjuk, hogy milyen lesz. Ennek a résznek viszont itt is ennél a végére. nem majd tetszett nektek ez a rész, ha igen, akkor dobjatok egy lájkot. Like ha szeretitek, amit csinálok, akkor ne felejtsetek el feliratkozni, és legközelebb találkozunk. Sziasztok!